azt látjuk, hogy egyre inkább a szülők részéről nagyon nagy az a nyomás a gyerekek fele, hogy a felsőoktatás irányába vigyék el a gyerekeket, és hogy ennek a végeredményben outputja valahol, hogy amikor kijönnek a gyerekek az egyetemről, akkor már fiatalok felnőttek, akkor megközelítettek 20-25%-os közöttük a munkanélküliség aránya. A másik oldalon meg azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag hiány szakmák léteznek. Tehát olyan szakmák vannak, amiben egyszerűen nem találunk a szakmunkást. Tehát Budapest vonatkozásában, hogyha szeretnénk egy vízgázszerelőt vagy villanyszerelőt találni, akkor gyakorlatilag alig van. Ha meg egy kicsit odébb menjünk, autóipari lakatos, hát abban már a legutolsó mester is 50 éves, tehát gyakorlatilag a szakmák abba az irányába mennek el, abba az irányba vitt el az élet, hogy egyrészt a felsőfokú oktatásnak a presztízse annyira megemelkedett, meg ugye itt azért egy kis ellentmondás van a dologban, ez a magyar gazdaságnak egy kicsi sajátossága, hogy a bérek vonatkozásában még mind azt lehet mondani, hogy egy kezdő diplomásnak a bére magasabb, mint egy szakmunkásnak. Én ezért azt egy kicsit ezt azért árnyalnám, mert ugye ebbe a bérkompenzációban nem jelenik meg az, amit a szakmunkás egyébként úgy kap, hogy nincs bevonva a hivatalos bértáblába. Ez egy tranzit gazdaságoknak, még mindig tranzit gazdaság egyik sajátossága. És akkor mielőtt itt belemennék a nagyon mélyen a témába, azt nem tudom, hogy itt a hallgatóság körében nem látom azt, hogy nagyon sokan lennének, akik a Budapestről vannak, és akik mennyire ismerik a magyar szakképzési rendszert. Ugye a magyar szakképzési törvény az emlékeim szerint utoljára 2011-ben módosult, és azóta van, hogy a 125 szakma vonatkozásában egy ilyen duális kamarai rendszer működik a szakképzésben. Ennek igazából nagyon egyszerűen lefolytva az a lényege, hogy a diákok 50-50%-ban gyakorlati oktatásban, meg elméleti oktatásban részesülnek, és a 50% gyakorlati oktatás vonatkozásában a kamaráknak a szerepe, hogy a gyakorlati képzőhelyeket megszervezzék. Ez egy államilag finanszírozott program, minden vállalkozás Magyarországon kötelezően fizet egy szakképzési hozzájárulást, ez egy szakképzési alapba megy be, és az állam gálánsan kb. 50%-át visszaadja a vállalkozásoknak azért, hogy gyakorlati képzőhelyeket működtessenek. Tavaly elkezdtünk egy olyan programot, hogy 18 szakma vonatkozásában Magyarországon a német, Angolul skills, most úgy látszik, hogy a 3:30-kor elfogyasztott pálinka a magyarul nem jut eszembe, de a kompetenciákat, képességek és kompetenciáknak a német szintű átvételét jelentse 11 szakmában egy pilot projekt szintjén, azzal a céllal, hogy így megvizsgálni azt, hogy ténylegesen mely szakmánkban hol vannak meg azok a lehetőségek, azok az adottságok, ahol be lehet vezetni egy ilyen német duális modellt. Ugyanis azt hozzá kell tenni, hogy nem szabad erőltetni olyan programok átvételét, csak azért, hogy átvegyünk egy programot, aminek nincsenek meg az alapjai. Tehát itt van itt a hallgatóságban olyan, akivel tárgyaltunk erről Budapesten, és én ott is felhívtam azt a figyelmet, hogy a szakképzésbennek meghatározó a gyakorlati képzőhelyeknek a szerepe. Ha nincsen ipar, ahol ezt a gyakorló képzőhelyeket meg lehet valósítani, akkor sajnálatos módon valószínűsíthetőleg sikertelen lesz a program. Tisztelettel köszöntöm a kedves résztvevőket. Kicsit távolabbról kezdeném a hozzászólásomat. Két kedves barátomnak mondok köszönetet azért, hogy most ezzel a témával foglalkozom. Az egyik Molnár György, valamikor igazgató kollégám, aki közel egy évtizeddel ezelőtt intézményvezetőként fölismerte azt a szükségszerűséget, hogy a magyar nyelvű oktatás amellett, hogy munkaerőpiaci pozícióra készít föl, esélyt növel, amellett egy identitásmegőrző és közösségformáló eszköz, és elkezdett formálni egy Kárpát-medencei együttműködést a felnőtt képzés, szakképzési szegmensében. A másik kedves barátom, akinek köszönetet mondok, Magdó János főkonzul úr, aki 2012-ben megkeresett minket azzal az igénnyel, hogy foglalkozzunk a közép-erdélyi iskolarendszerű szakképzéssel, és ezzel revitalizálta a mi korábbi szakmai törekvéseinket, szakmai munkánkat.
A Magdó főkonzul úr kezdeményezése nyomán a Nemzetgazdasági Minisztérium elindított egy programot foglalkoztatási alap támogatásával, amely programban gyakorlatilag a Ervin által elmondottakat kezdtük el végigvezetni. Készült egy kutatás ennek az évnek a tavaszán arról, hogy a Kárpát-medencében hány magyar tannyelvű vagy vegyes tannyelvű intézményben hány magyar gyerek tanulhat szakképzésben anyanyelvén, milyen szakmákban, milyen infrastruktúrális háttérrel rendelkeznek ezek az iskolák, milyen személyi feltételekkel, illetve, amint azt ugye Ervin is említette, a duális szakképzés alapja a gyakorlati képzés, milyen vállalati kapcsolatokkal, tehát gyakorlati képzői kapcsolatokkal, illetve milyen tanműhelyi kapacitásokkal. Tehát a lokális kezdeményezésből, konkrétan a kolozsvári intézmény szervező munkából ki tudott nőni egy olyan program, amelyiknek köszönhetően most a 2014 nyarán egy 109 iskolára kiterjedő adatbázissal rendelkezünk a magyar tannyelven, vagy több tannyelven, köztük magyar tannyelven is tanuló szakképzésbe résztvevő diákságról, és mindazokról az intézmény és vállalati feltételekről, erőforrásokról, amikről az előbb utaltam. Ennek a programnak a jelenlegi szakaszában folyik egy olyan jogi elemzés, amelyik föltárja a szomszéd országokban a jogi lehetőségét annak, hogy a hiányzó magyar tannyelvű szakképzési kapacitásokat hogyan lehet kiegészíteni, pótolni. Ez a jogi elemzés még nem készült el, de a októberre tervezett rendezvényünkön már erről is beszámolhatunk reményeink szerint. És a duális szakképzés tapasztalatainak az átadására pedig ősszel, illetve következő tavasszal lesz egy jelentős számú műhelymunka és minikonferencia lehetőség itt a határon túl. Tehát el tudtunk indítani egy olyan rendszerszerű folyamatot, ahol a nehezebbik szegmens, ugye az iskola rendszerű szakképzést is tárgyalni kívánjuk. Ugye eltérőek az adottságok tömbben, szórványban és az különböző magyar lakta területeken. Például a Felvidéken egy nagyon jó kiépült magyar tannyelvű szakképzőiskola hálózat működik. Cservenka János alapított 8 iskolát, ebből 4-et ma is ő működtet, Ladány úr alapított iskolát. Ott megvannak a feltételei annak, hogy magániskola formájában működhessenek ezek kiváló feltételekkel, és ott ez a kérdés megoldottnak tekinthető, nyilván a fenntartás és a fejlesztés a jövőben is kérdés. De például Kárpátalján nagyon komolyan leépült a magyar tannyelvű szakképzési kapacitás, gyakorlatilag az utolsó osztályok is megszűnnek Beregszázban, ami ugye még tömnek tekintendő, Párciumban, Közép-Erdőjében, Székelyföldön, attól függően, hogy mik az adottságok, eltérő hozzá. Tömbben jobban megoldott, szórványban komolyak a problémák. Mondjuk már évekkel ezelőtt is a Kalotaszegen, azt hiszem Sztánán vagy Zsobokon beszélgettem fiatalokkal, és megkérdeztem, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mondták, hogy ha elméleti líceumról, gimnáziumról van szó, akkor tudnak magyar osztályba járni. Szakképzés esetén már gyakorlatilag akkor is nagyon rosszak voltak a lehetőségek. Tehát a hiányzó kapacitásokat a jelenben és a közeljövőben pótolni kell. Tudnilik jó képzett szakképzésben végzett munkaerő nélkül nincsen fejlődő és korszerű gazdaság, és azzal a hamis elittudattal is le kell számolni meggyőződésem szerint, hogy a nemzetpolitikai diskurzusnak is korábban csak az elitgimnázium és a felsőoktatási szegmens volt a tárgya. Tehát egyszerűen a szakképzés és a felnőtt képzés nem volt tárgya a nemzetpolitikai diskurzusnak. Ez meggyőződésem szerint úgy, ahogy az anyaországban is egy rosszul felfogott, hamis elittudatból eredeztethető, és nekünk mondhatom azt hiszem a kamarával együtt, hogy a szakképzés presztízsének a javítása, népszerűségének, elismertségének és ezzel együtt persze a feltételének és a javítása, ez meggyőződésünk, határozott célkitűzésünk, és ez a határon túli magyarajkú térségben ugyanilyen fontos, alapvető, nemzetmegtartó célkitűzésünk lehet. Bevezetőül talán ennyit. Annyit hozzáteszek, hogy én készültem előadással, adatokkal is,
vetítés hiányában ezt majd föl fogjuk tenni a honlapunkra, és ott hozzáférhető lesz, hogy konkrét adataink vannak most már a magyar tannyelvű szakképzési osztályokról, szakmacsoportokról, szakmákról, intézményi, személyi tárgyi feltételekről. Köszönöm szépen, bevezetőről talán ennyit. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek. Hát köszönöm a meghívást elsősorban, és hát örvendek, hogy ez a témakör, amiről ma beszélünk, az itt ennyi, ekkora jelentőséget kap a tusványosi tábor programjának keretében. Szinte azt is merném mondani, hogy szerintem a Kárpát-medencei szakképzés legalább annyira fontos politikai témakör is kell legyen, mint a Kárpát-medencei autonómia mozgalmak, mert az az igazság, pont erről is írtam az utóbbi időben, itt van egy, elhoztam a kiadványt is, hogy lassan az autonómiát megépítsük, csak nem lesz akinek. És itt válaszolnék is Ervinnek a felvetésére, hogy mit csinál egy székelyföldi fiatal középiskola után. Én azt mondom, hogy sajnos közel fele az első munkanélküli segélyből megveszi a Wizz Air jegyet és elmegy valahova dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban itt önmagyarságban, ahol nem kell félni a beolvadástól, tehát Székelyföldön nincs az a probléma, hogy itt belőlünk román embereket csinálnak. Ugye az elmúlt 10 évben 1,5%-kal nőtt a magyarság aránya Hargita megyében a románság arányához képest. Ellenben a legnagyobb katasztrófa és a veszély az elvándorlás, a máshol való egzisztencia keresés, és ennek az első és legfontosabb gyökere az, hogy nem tudják a fiatalok itthon megtalálni a helyüket, egy megfelelő szakképzés, egy megfelelő szakoktatási rendszer hiánya miatt. És ezért is örvendek, hogy főleg Magyarországról érződik az utóbbi időben, hogy a szakképzésnek a jelentősége kezd előtérben kerülni a politikum minden szegmensében, és hát ha ez így ránk erdélyi magyarságra is ilyen húzó erőként fog hatni, és ilyen szempontból tudunk dolgozni azért, hogy ezt a drámát, amit az erdélyi magyarságot érinti, és főleg a tömmagyarságban élő fiatalokat, azt tudjuk kiküszöbölni, és higgyék el, hogy a szülőknek, a nagyszülőknek ma nem az a legnagyobb problémájuk, hogy vajon mit fog csinálni, vagy hova fog, hogy fog lakást kapni itthon a fiatal, vagy hogy lesz az első autó, az első lakás, stb. A legnagyobb dráma az, hogy egyáltalán megéri-e a gyerekének lakást vásárolni, megéri-e a házat bővíteni, hisz nagyon kicsi az esélye, hogy 18-20 év után az itthonmaradás választa, főleg akkor, hogyha abban a felébe kerül be a mérlegnek, amelyik nem tud érettségizni. Tehát Romániában az oktatási rendszer mindenkit nyom az érettség irányában, és 50% körüli az átmenési arány. Aki nem az 50% jobbik felébe kerül, tehát az átmenők közé, az nagyjából perifériára szorul, a többség is választja a külföldi megélhetést. Ezt látom én a legnagyobb gondnak és problémának, és ezzel kellene talán legtöbbet foglalkozni, mert az látható, hogy Romániában továbbra is a szakképzési rendszer alulfinanszírozott. Tehát azt szokták mondani az oktatáspolitikusok, hogy nálunk a pénzhez igazítsák az oktatást, és nem az oktatáshoz a pénzt. Ami azt jelenti, hogy persze, mi a legköltségesebb oktatási forma, a szakképzés. Ma ott kell még mesterember, kell műhely, kellene gépek, energia kell, felület kell, stb. Ezeket most mind szépen építsük le a fejkóta rendszerrel, mert ugyanakkor a fejkóta jár Bukarest központjában egy diáknak, ahol egy iskolában sok ezren vannak, mind bármelyik kis faluban, ahol egy páron vannak, vagy bármelyik szakiskolában, ahol kellene figyelmet fordítani a szakképzésre. És ez mindenféleképpen az látszik, hogy ez a lemaradás igazából a piaci igényekhez rendkívül rugalmatlanul alkalmazkodik, és azt is lehet látni, hogy egyre több szakképzetlen munkavállalónk van, ami a versenyképességet is, tehát a gazdaságunk versenyképességet nagy mértékben befolyásolja. Úgyhogy ezek a kedvezőtlen hatások mind-mind annyira negatívan hatnak, hogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb témakör, amivel kellene mindannyian a legtöbb időt foglalkozzunk.
és eltelt 25 év a rendszerváltás óta, és azóta csak mind-mind lennebb és lennebb és lennebb haladunk. Tudnám még sorolni a siránkozást, de hát itt Hargita megyében azt próbáltuk mi tenni, hogy hát ameddig Bukarestben ott elfociznak egymással a politikusok, addig keressük a megoldásokat, és hát ezért is elkezdtünk gondolkozni, beszélni. Habár a megyei tanácsnak nincs ilyen hatásköre, de mégis ezzel foglalkozunk, és ezért is a képzés minőségének az emeléséről van szó, a szakmunka presztízsének, hisz egyre inkább elmondják ugye a tanárok, hogy ha valaki nem akar órára járni, lehet a legprofibb szakképzési szak, tehát legyen bármilyen jó szak, tehát azt a gyereket nehéz valamilyen témakörben fejleszteni, tehát a presztízsét meg kell emeljük ennek a területnek, és hát a vállalkozók igényének a figyelembevétele az megint egy olyan óriási probléma, ami mostanig nem történt meg, itt megint van lehetőség, és hát itt szó volt az előbb a német rendszerről, tehát a duális képzési rendszerről valamilyen formában el kell tudjunk mi is indulni, már amennyit megenged ez a kötött rendszer. Ezért is megpróbáljuk az Oktatási Minisztériumnak és a kormányzatnak, ugye, tehát ha bár kormányon vagyunk, de azért az RMDSZ-nek a kormányzati szerepvállalását nem kell túlbecsülni, hisz 6%-nyi képviselővel a parlamentben nem tudunk mindent arra felirányítani, amerre kell. Elsősorban az Oktatási Minisztériumban a kisebbségi kérdések az, amivel tudunk foglalkozni, már amennyire tudunk, de szükség van a szakképzések ügyét is hangsúlyosan megjelenítsük, és valahogy elérni a szövetséget a többi megyével is, hogy ez nem csak magyar probléma, ez a romásárnak is problémája, hisz lassan 3 millió állampolgár él külföldön és dolgozik, aminek tudjuk, hogy milyen negatív hatása lehet hosszú távon. És ezért is, hát elsősorban, amit ki tudunk használni, az, hogy beszélünk erről a problémáról, nem seperjük szőnyeg alá, összehozzuk a feleket, ezt nem tudja senki tőlünk megtiltani, és próbáljuk keresni az együttműködéseket az elmúlt két évben. Szülők, vállalkozók, iskolák, önkormányzatok, civil szervezetek részével, és megpróbáljuk azt elérni, hogy valahogy próbáljuk odaigazítani hát a szakosítást, hogy legyenek olyan szakképzések is, amelyekre van igény. Képzeljék el, hogy Hargita megyében évente közel 500 könyvelőt képeznek középiskolai szakoktatásban, nincs szükség, tehát évente majdnem 10%-ot csökken ez a gazdasági válság miatt a vállalkozások, a cégeknek a száma, ekközben évente 500 könyvelőt képezünk. Azért képezzük, mert nagyjából ilyen tanáraink vannak egy-egy iskolában, és nem akarnak, vagy nincs rá igény, hogy átprofilálják magukat más szakokra, és lehetne itt sorolni, hogy még milyen ilyen divat szakmák vannak, ami egyenesen érettségi nélkül ugye a külföldre való távozáshoz vezetnek. Ezért is a kormányzati szerepvállalásnál ezt most megpróbáljuk minél jobban odafigyelni, megemelni, és a saját megyei hatáskörben ugye agrárkamara hozzánk tartozik, népiskola van, itt van Böjt atyának az 1800 gyerekes rendszere, itt van egy sor-sor dolog, amit próbálunk egymás mellé tenni, és így most már például ebben az évben most ősztől fog indulni 25 olyan szakmában osztály Hargita megyében, amire már valószínűleg van piaci igény, és ez lesz egy első lépés. Persze itt nem kell feladnunk, kell tovább folytatni ezt az erőfeszítést, hogy tényleg a szülők is kezdenek el abban hinni, hogy ez lehet egy megoldás, és oda kell figyeljünk arra, hogy a pályaorientáció, hogy tényleg itt nagyon segítünk, várjuk a magyarországi segítséget, hisz a megyei tanács hatáskörében vannak azok a pedagógusok, akik kéne segítsenek a pályaorientációban. Jó lenne, hogyha ez nem egy ilyen formális, letudós dolog lenne, hanem nagyon-nagyon komolyan összekötnénk a dolgokat, és az az igazság, oktatás területén 18 évre lehet tervezni, vagy 14 évre lehet tervezni. Tehát most tudjuk, hogy ettől előre 14 évre mi várható, hány gyerek, hány fiú, hány lány, nagyjából vidéki, városi környezetből, és én azt gondolom, hogy ezekre oda kell jobban figyeljünk. Oda kell figyeljünk a hagyományos szakmáknak a népszerűsítésére, azt látható, hogy ebben tudunk jók lenni. Ebben Áder János elnök úr mondta volt, amikor itt volt márciusban, hogy
a Magyarországgyűlés ács munkáját Hargita megyei ácsok végezték, vagy végzik most a felújításkor, tehát ott vagyunk egy pár szakmában, amit rá tudunk erősíteni a hagyományos mesterségek tekintetében, és erre még van is gyakorló terep, hisz felmértük azokat a gazdákat, azokat a kisvállalkozásokat, akik szívesen átadják a tudást, akikkel, ha összekötjük a gyerekekkel, akkor igenis van egy szakoktatási belátható, tervezhető jövőkép, és hát ott vannak a közbirtokosságok. Tehát örökké, mikor arról beszélgetünk, hogy nekünk kell autonómia, és addig nem csinálunk semmit, azzal én nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy ami már most van, azt ki kell használni. Tehát a közbirtokosságaink Hargita megyében évente több százmillió eurót gazdálkodnak. Egy olyan óriási forrás, ami szinte vetekedik egy bankrendszerrel, de ott van még egy sor-sor más terület, amit ha összekötnénk és racionálisan kezdnénk használni, sőt, ha ne talán még székelyföldi szinten összehangolnánk Kovászna megyével, Maros megyével, hogy akkor ki mit képez, ki milyen jövőképet tervez gazdaságilag, és arra képezzük a gyerekeket, az most nem tiltsa, semmilyen román, tehát nincs olyan román törvény, ami ezt tiltja. Ez csak rajtunk múlik, akik tisztségben vagyunk, hogy megtesszük vagy nem. Ugyanaz a pályaorientáció, az intézmények közi együttműködés, az ösztöndíjrendszerek, a versenyek, a szakmai látogatások, a magyarországi kapcsolatok, ezekben senki sem akadályoz, vagy akár az alumni, tehát az iskola utáni követés. És igenis a vállalkozói szférával is nagyon fontos, hogy valahogy építsük újra a bizalmat, mert Romániában az a baj, hogy ezt láttuk a mezőgazdaság területén is, hogy sokan lejáratták a 90-es években az összefogásnak, a közös gondolkodásnak a fogalmát, az értékét, és szinte most már senki semmiben sem hisz. Ezért nagyon lentről kell újjáépítsük a bizalmat, és a vállalkozók szempontjából is, hogy ez nem egy valami kamu dolog, hanem lehet. Hisz csak most néztük meg, ebben a pillanatban Hargita megyében 650 üres állás van, amire keresnek szakembert, és hát itt nagyon fontos a szülőknek a szerepe, és akkor oda is írnék nagyjából a vége felé, hogy én azt gondolom, hogy amire kezdtem az elején, hogy ez egy Kárpát-medencei szintű összefogást igényel. Tehát Székelyföldön azt kell látni, hogy Székelyföldnek nem egy beolvadás ellenes stratégiát kell kidolgozni, Székelyföldet nem kell megmenteni a beolvadástól, Székelyföldet a gyarapodás és a pályáján kell tartani, ehhez pedig az elvándorlást kell megállítani. Tehát nagyjából én ezt látom, és azt gondolom, hogy ez a székelyföldi elvándorlás stratégia az hasonló lehet a magyarországi elvándorlás ellenes stratégiához. Ugyanolyan magyar emberek élünk itt is, ott is, és hogyha közösen keressük Kárpát-medencei szinten, a több magyarságban is az elvándorlás ellenes lépéseknek a lehetőségét, az mindannyiunkat tud erősíteni. Ezért a magyarországi jó gyakorlatokra nagy szükség lenne, és itt ezt jó lenne, hogyha akár tananyagok, különböző foglalkozások szempontjából is vinnénk tovább. A Magyarország, tehát ugye most a kettős állampolgárság révén azért azt gondolom lehetőség lehet, ösztöndíjrendszerek, a pedagógusoknak a továbbképzése is, egy sor témakörben lépjünk, ami az államhatáron túlnyúlik. A közös szakmai verseny, Kárpát-medencei szintű megméretkezések, lehetőségek, a vállalkozások ugyancsak, a vállalkozói szervezeteknek, akár ugye a Kárpát-medencei üzleti hálózat szerepe itt előjöhet, és hát az iskola választási döntés, ugye az megint az, amit, hogyha magyarországi közmédia, a magyarországi különböző csatornákon keresztül a figyelmet oda tudjuk fordítani, az egy lehetőség. És ezért is fontosnak tartanám, hogy alakuljon meg, valahogy jön létre a Kárpát-medencei közös szakképzési hálózat, és ennek a magyar állam részéről azt gondolom, hogy nagyon komoly szerepet lenne szükség, vagy érdemes lenne vállalni, mert ahogy mondtam, ezt tudom csak megismételni a végezetül is, hogy nálunk nem a beolvadástól kell félni, vagy félteni a székelyföldi magyarokat, hanem az elvándorlástól, és azt gondolom, hogy a fiatalok nem azért mennek el innen, mert identitásukban bárki is korlátozza, hanem azért, mert nem látnak esélyt, nincs olyan muníció a kezükben, az agyukban, amivel itthon meg tudjanak maradni, és az itthontartásra van szükség,
a közéleti cirkuszok, performanszok ebben általában nem mindig segítenek, úgyhogy én még egyszer azt tudom mondani, hogy üdvözlöm ezt a panelt, és tényleg nagy várakozással vagyok mindenki irányában, aki ebben partner, aki tud ebben segíteni. Köszönöm a figyelmet!